Húsvét utáni 7. vasárnap és hétfő a pünkösd ünnepe, ilyenkor ünneplik a hívek a Szentlélek kiáradását, ami az apostolokra árad ki és Szűz Máriára. Köszöntöm a stúdióban, plébános úr. Hogyan kell magát a Szentléleket a Szent Háromságon belül elhelyezni, vagy egyáltalán megérteni? Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem egyszerű ez a kérdés, hiszen ugye az atyát könnyen megértjük, ugye Jézus beszél róla, hogy ugye az atya mindegy gond is, hogy mennyi atya, Jézus eljött láthatóan, kézzelfoghatóan, ő a fiú, és beszél a Szentlélekről, ami kettejük szeretet áradása, és ahogy Jézus beszél a húsvét utáni napokban, hogy akit mint vigasztalót küld el, mint egy lélek, aki megerősíti az apostolokat, és hogyha olvassuk a Szentírást, akkor többféle formában látjuk a Szent Lelket, és ezért is kicsit olyan megfoghatatlan, de hát ugye lélekről beszélünk, ami eleve megfoghatatlan, hogy pünköskor, mint lángnyelvek ereszkedik le az apostolokra. Jézus megkeresztelkedésekor pedig, ahogyan itt a templomban, az oltárképen is látjuk, galamb formájában. Tehát valahogy többféle üzenetet hordoz, de mint a Szent Háromság harmadik személye, az Atya és Fiú szeretete, amit elküld az apostoloknak. Így tudjuk kicsit megragadni a megragadhatatlant. Ez személyes élményként is meg lehet élni? Tehát, hogyha valaki ezt a Szentlélekkel való személyes találkozást, tehát ez csak az apostoloknak jelenik meg, vagy egy egyszerű hívőnek is megjelenhet? Nyilván személyekről beszélünk. Tehát a Szent Háromság személyei, egy Isten három személyben, külön személy az Atya, külön személy a Fiú, külön személy a Szentlélek, és nyilván egy személlyel lehet személyes kapcsolatunk, személyes találkozásunk, imádságainkban, vagy akár az ünnepek alkalmával, valóban ezt meg lehet tapasztalni, nyilván mindenki máshogy éli ezt meg, de valóban tudunk úgymond személyes kapcsolatba kerülni a harmadik isteni személlyel, mert ugye személyről beszélünk. Az van az új szövetségben, hogy amikor kiáradt ez a Szent Lélek, akkor az apostolok elkezdtek nyelveket beszélni. Tehát a világ összes nyelvét beszélni. Miért fontos ez? Kicsit itt egy helyreállítást láthatunk. Ugye bábeli nyelvzavar, amikor az emberek bűne következtében összekavarodtak a nyelvek. Mit is akar ezzel az akkori szent szerző kifejezni? A bűnös emberek nem értik egymást. Nem értik egymás szavát, mert a bűnök elszakítják őket egymástól. És itt ennek a helyreállítását figyelhetjük meg, hogy a megváltott ember, ugye Jézus feltámadt, felment a mennybe, elküldi a Szent Lelket, megkapták az apostolok a Szent Lelket, és ezzel a Szent Lelken megerősítve állnak ki a tömeg elé, és amit mondanak, mindenki érti. Tehát próbálta a Szent Szerzet úgy kifejezni, hogy a jelenlévő összes nyelv, akik ott voltak, emberek, mindenki értette. Miről volt itt szó? Ugye a zsidó, vallásos zsidóknak szabály volt, az ünnepekre fel kellett zarándokolni Jeruzsálembe. Akármilyen diaspórában is éltek, vagyis akármilyen nyelvet is beszéltek, a közös hit összekötötte őket. Vagy egy küldöttet küldeni. De az a lényeg, hogy egy idegen nyelvű ország területén éltek, annak az országnak a nyelvét beszélték. És nekik fel kellett zarándokolni Jeruzsálembe, és így voltak ott különböző nyelvű zsidók Jeruzsálemben, akik már nem arámul beszéltek, nem héberül beszéltek, hanem az adott országnak a nyelvét beszélték. És akár honnan is jöttek, mindenki értette az apostolok szavát. Megint a megváltott emberek a megváltás eredményeképpen megértik egymás szavát. Ezt próbálta kifejezni a Szent Szerző, és gyakorlatilag ezen volt itt a hangsúly, hogy a Szentlélek helyreállítja mindazt, amit az emberi bűn elrontott. Mit rontott az ember bűn? Az ember közti kommunikációt, hogy megértsék egymás szavát. A Szentlélek ezt helyrehozta, mint ahogy valamilyen szinten a Szentlélek az Atya és a Fiú közti kommunikáció szeretet áradat, ugyanígy a Szentlélek helyrehozza mindazt, amit a bűn elrontott, tehát a megváltott emberek, a Szentlélekkel eltelt emberek megértik egymás szavát. Egy nyelvet beszélnek, így is tudjuk ezt érteni. Ehhez a pünkösdhöz kötődik az egyház megalapítása is. Ez azt jelenti, hogy ekkor kezdődött el az apostoloknak a tanítása, tehát hogy szélesebb körbe is eljuttatják Jézus tanait? Valamilyen szinten, ugye itt mi történik? Az apostolok be voltak zárkó az utolsó vacsora termébe. Ott imádkoztak, várták a vigasztalót, ahogy Jézus is beszélt, hogy maradjatok a városban,
virasszatok, imádkozzatok, várjátok a vigasztót, akit majd én elküldök nektek, és miután megkapták a Szent Lelket, léptek ki a tömeg elé, ahogy az apostolok cselekedeteiben is olvassuk, és akkor Péter apostol elmondja híres pünkösdi beszédét, aminek hatására 3000 ember, közel 3000 ember keresztelkedett meg. És ezzel a megtéréssel, megkeresztelkedéssel, úgymond ezzel a tömeggel indul el az egyház. Hogy már nem csak az apostolok tartoznak Krisztushoz, nem csak az apostolok tudnak erről, hogy mit is tett Krisztus, hanem már most egy nagyobb tömeg, több mint 3000 ember csatlakozik hozzájuk, és majd indulnak el az apostolok, hogy hirdessék ezt az örömhírt. Krisztus feltámadt, akit ugye a zsidók félreértettek, megöltek, keresztre feszítettek, azt Isten igazolta, feltámasztotta, és a Szent Lelket is elküldte. És innen indul el az egyháznak a gyarapodása, és innen kezdődik majd el az, hogy családi házaknál összegyűlnek, az utolsó vacsorára emlékezve a kenyértörést, gyakorlatilag a misét ünneplik, és szépen lassan indul el az egyház intézményes felépülése. Kik voltak az első keresztények? Az a 3000 ember, aki megkeresztelkedett ott Péter apostol prédikációjának hatására. Név szerint nyilván nem ismerik őket. Én értem csak, hogy ők zsidók voltak? Igen, zsidók voltak. Tehát nyilván az ünnepre felzarándokolt zsidók. Tehát az egyház magja a vallásos zsidók, akik Krisztusban felismerték a várva várt megváltót. És kezdetben az apostolok a zsidók között hirdették Krisztus evangéliumát. A zsidókhoz szóltak, hogy na, akkor az a Jézus, akit az Isten hozzánk küldött, akit ti nem értettetek meg, nem ismertetek fel, mégis ő a várva várt messiás. Kezdetben nekik hirdették, és majd később, egy-két évtizeddel később indulnak, sőt, hát a Pál apostol indul majd el, hogy a pogányoknak is, ugye ott a kis-ázsiai városokban is hirdesse az evangéliumot, és így szélesedik ki az egyház, hogy már nem csak a zsidóknak, akikhez ahogy a proféták lettek küldve, és akik közé Jézus is beszületett, nem csak nekik hirdették az evangéliumot, hanem szélesedik ki az egyház, és lesz úgymond, hát még nem az, hogy világegyház, de Jézus parancsára, hogy minden néphez igyekszenek eljutni az apostolok. Tehát a római birodalom, akkori római birodalom területén. Igen, ami nagyon alkalmas volt arra, hogy lehessen téríteni, mert egységes nyelv volt, egységes úthasználat volt, és az apostolok el tudtak jutni. A hagyomány szerint ugye Tamás apostol Indiába jutott el, és ott hirdette az evangéliumot. Azt lehet tudni, hogy hogyan alakultak ki az egyházi úgymond kerületek? Tehát, vagy ezek csak így városokra tagozódtak? Kezdetben városokban. És nyilván a városnak volt egy püspöke, de később ugye, ahogy gyarapodott a hívek száma, úgy kellett egyre több felszentelt szemét, tehát már a püspök mellett már a presbiterek, a mostani papoknak a közössége is jelen volt, és így szépen lassan, tehát hogy évszázadok alatt szélesedett nem csak a híveknek a létszáma, hanem az intézmény is a hívek létszámához igazodott, és így alakultak ki a későbbi intézmények, akár a egyházmegyék, plébániák, ahogy szépen a hívek létszám ezt kívánta. Ezek titkos szervezetek voltak, vagy megjelenhettek nyilvánosan is, hiszen a akkori római birodalomban nagyon sok nép élt, nagyon sok vallással. Nem volt titkos, nyilván volt egyfajta zártsága, hogy a misén, a liturgián csak a beavatottak, vagyis a keresztségben résztvevők vehettek részt maga teljességében. De ettől függetlenül nyilván a római birodalom sokszínűségében úgymond egy színnek számított a kereszténység, csak akkor lett később probléma, amikor ugye nem voltak hajlandók a hivatalos római államvallás, a császárkultuszt elfogadni, és nem voltak hajlandók a császárt istenként imádni. És innentől indultak a keresztény üldözések, és itt sem arról volt szó, hogy egy titkos társaság, hanem mivel úgymond szembe mentek az állammal, ezért üldözték őket. De nem lázítva, nem anarchiát keltve, hanem a saját hitrendszerüket megélve, hogy már pedig csak Jézus a mi Istenünk, és őt imádjuk, a császár pedig nem imádjuk. Tehát nem lázítva élték meg hitüket, hanem nyilván a vértanúk is ezt mutatták, hogy ők nem voltak hajlandók hitüket megtagadni, de ettől függetlenül ők nem voltak anarchisták. Mi mozgathatta ezeket az embereket, hiszen abban az időben, tehát a keresztény üldözés időszakában azért
a büntetés az nagyon szigorú volt, többször is kínhalál, tehát, és nem tagadták meg a hitüket. Most induljunk el Szent Pál apostol esetéből. Ő is kezdetben üldözte a keresztényeket, mert úgy vélte, hogy ők nem az igaz Istent imádják, őket össze kell gyűjteni, börtönbe kell vetni. És mi volt nála az a mozzanat, ami megtérését okozta? Egy személyes találkozás Jézussal. A damaszkuszi úton ismerik a történetet, hogy Jézus megjelent neki, és megkérdezte, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És akkor ki vagy te, Uram? Hát a názareti Jézus, akit te üldözöl. Tehát nyilván itt is megvan egy kis teológia ebben, hogy az egyház Jézus teste, az egyház tagjai, Jézus tagjai, tehát hogy aki az egyházat üldözi, Jézust üldözi. És volt egy személyes találkozás, ami alapján egy nagy fordulat, ugye Pál fordulásnak is nevezzük, és innentől kezdve Pál apostol mindent megtett, hogy ezt az örömhírt mindenkinek átadja, és hirdesse az evangéliumot. Vagyis egy személyes találkozás, egy olyan markáns találkozás, ami valóban elvezetett odáig, hogy bármi történt is vele, akár hajótörés szenvedett, akár megbotozták, megkövezték, akkor is ment, mert ő ezt úgy lesz, hogy ezt neki tovább kell adni. És valamilyen szinten ez lett a keresztényekben is, hogy volt egy mozzanat az életükben, ami a megtérésüket eredményezte, és ez egy olyan hatású dolog volt, amit nem számított az, hogy most kivégzik őket, vagy nem, ragaszkodnak a hitükhöz, mert ez a világ, ez mulandó, és ha meg is ölik őket, akkor mennyei hazában, az örök boldogságban ők vég nélkül boldogságban élnek. Tehát, hogy ez motiválta őket, és ugye mondták is akkor, hogy a vértanúk vére, a kereszténység vetése, tehát, hogy az ő példájuk sarkalt a többieket arra, hogy már pedig igen, ezért érdemes csatlakozni, ebben a közösségben érdemes lenni. Ahogyan Antiókiában nevezték őket először krisztusiaknak, keresztényeknek, és ismerték fel bennük, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Tehát, hogy ez a szeretett közösség volt az, ami hatással volt másokra is. És az üldözések ellenére is mertek Krisztushoz kapcsolódni, megkeresztelkedni. Ha csak nézzük ott sorba az első 300 vértanúit, mind akár katonatisztek, vagy bárkik a császári parancs ellen is kapcsolódtak az egyházhoz, még ha kivégzés is járt érte. Említette, hogy Kis-Ázsiából indult végül is tömeges a kereszténységnek az elterjedése igazán. Kik voltak ők? Milyen népekhez tartoztak? Kik vitték a híreket? Hogyan működött az együttműködés a különböző püspökségek között? Tehát gyakorlatilag ugye megint az apostolok cselekedetéből tudjuk kiolvasni, hogy a Szent Pál ment első, második, harmadik téríti útján, látogatva sorra ezeket a nagy városokat, akár nevezhetjük Efezust, Korintust, Filippit, hogy nyilván fontos városokat látogatta meg, ahol ő alapította meg az egyházi közösséget, és nyilván nem tudott ott maradni, mennie kellett tovább, és a fennmaradt levelei mutatják, hogy tartva a kapcsolatot. Ha valami visszáságot hallottak, azt megérte, hogy akkor ezt kerüljétek el, jóban tartsatok ki, tehát hogy így próbálta, tehát Szent Pál is. Tehát nyilván azokat a lehetőségeket, amelyeket a Római Birodalom szervezete nyújtott, ő azt próbálta kihasználni, és abban, ahová el tudott jutni, nyilván az akkori kor lehetőségének megfelelően hajóval vagy gyalogszerrel ment és hirdette, és nyilván ezek valamilyen szinten egymástól független közösségek voltak, mint ahogy most is az egyházmegyék egymástól függetlenek. Az más, hogy van egy nemzeti egyház, egy püspöki konferencia, ami összefogja, de egymástól független egyházközségek voltak ezek. Nagyon sokáig nekünk azt tanították, hogy hát a kereszténység, még az előző rendszerben, hogy a kereszténység úgymond a szegények vallása volt. Tehát elsősorban akkor úgy tanították, a proletárok vallása volt. Mi igaz ebből? Kik voltak társadalmilag ezek az emberek? Nyilván ez koronként változott, de ha megnézzük a kezdeteket, ugye Jézus is a hegyi beszédben is nyilván a szegényekhez szólt, és a szegények, akik ugye az élet peremén éltek, nyilván nyitottabb szívvel fogadták Jézus tanításait, mint a gazdagok, és a történelem során is megfigyeltő volt, de mint mondtam, akár az üldözés során is, akinek nagyobb vagyona volt, nehezebben kapcsolódott, mert félthette a vagyonát, hogy az üldözések révén akkor azt is elveszik tőle. Akinek nem volt semmilyen, nyitottabb szívvel, könnyebben kapcsolódott Krisztushoz, mert úgymond nem volt vesztenivalója. És szerzeteseknél is látjuk, hogy a szerzeteseknek nincs vagyona.
nyitott szívvel, tulajdon nélkül van jelen az egyházban, mint az egyház imádságos háttere, dolgozik, imádkozik, és nem köti a földi vagyon. Tehát, hogy valamilyen szinten ezért is mondhatták, hogy a szegények egyháza, mert a szegényebb, akinek nincs nagyon vagyona, ami lekösse, vagy ami elvegye a figyelmét az Istenre való figyeléstől, az könnyebben, jobban nyitottabb az Úristen szavára és tanítására. És mikor kezdődött el, mert említette, hogy itt katonatisztek, tehát magas rendű, hát Saul is egy magas rendű hivatalnok volt, kezdték átvenni ezt a választ. Ha csak Mártont is nézzük, Szent Mártont, ő is katonatiszt volt, ő is úgy tért meg később, tehát látjuk ezt, hogy valamilyen szinten minden rétegben ott volt a kereszténység. Sőt, miután Konstantin császár, Nagy Konstantin eltörli a keresztény, megszünteti a kereszténylődéseket és megengedi a keresztények a vallás gyakorlását, sőt, javakat, birtokokat adományoz az egyháznak. Nyilván itt már nem beszéltünk szegénységről, de hogyha megnézzük akár az egyház történetben a pápai államnak létrejöttét, hogy évszázadokon keresztül hogyan gyarapszik és hogyan töltik utána egész Itáliának a területét, ott is azt látjuk, hogy akár a német-római császárok, amikor adományoznak bármit is, mindezeket a javakat az egyház szociális módon, szociális téren használja fel. Tehát nyilván odafigyelnek a birtokra, hogy annak jövedelméből jobban tudjanak a szegényekkel törődni. Tehát, tehát látunk a történelem során egyfajta gyarapodást, de ez nem egy öncélú gyarapodás, hanem nyilván a szociális rendszernek is a kiépítése volt el mögött. Az élő egyház megszületett, elmúlt most már 21 század, 2100 év, mennyire élő még most ez az egyház? Mennyire él a szívekben? Szoktuk mondani, az egyház fiatal. Az egyház fiatal, habár nem biztos, hogy mi a magunk közösségében, magunk környezetében ezt tapasztaljuk meg, de hogyha megnézzük, hogy világszinten, hogy a hívek életkora hogy áll, akkor azt látjuk, hogy fiatal. Nyilván ez befolyásolja a dél-amerikai, akár brazil, akár argentin egyháznak a fiatalsága, hogy ott rengeteg fiatal van, de tehát nagy tömegekben azt látjuk, hogy az egyház fiatal. Szentlélek mondjuk úgy, hogy egy lendületet, egy tüzet, egy lelkesedést adott az apostoloknak, és el tudott indulni. Minden pünköskor valamilyen szinten ezt a tüzet, ezt a lelkesedést kell felszítani, hogy még ha azt is látjuk, hogy itt a mi környezetünkben, szűke vagy tágabb környezetünkben nem ezt látjuk, hogy fiatal az egyház, és nem azt látjuk, hogy ez a lelkesedés él a szívekben, mint ami 2000 évvel ezelőtt az apostolok szíven élt, attól, hogy az egyház fiatal, csak nekünk kell tudni ezt a lelkesedést átvenni, ezt a tüzet felszíteni a lelkünkben. Én az első ilyen nagy pünkösdi ünnepen nekem a csíksomlyói búcsút jelentette, amikor lehetett látni tényleg, hogy mennyire él ez az egyház. Hogyan alakult ki Csíksomlyónak a hagyománya, és mikor lett belőle egy ekkora, hát nem is tudom, magyarok világ találkozója? Tehát nyilván itt egy vallási ünnepről beszélünk, egy Mária ünnepről beszélünk, attól függetlenül, hogy ez pünkös szombatján van. Ugye hova vezet vissza az ünnep? János Zsigmond protestáns seregei a székelyeket át akarták téríteni a protestáns hitre, és a katolikus székelyek a tolvajos tetőn megütköztek János Zsigmond seregeivel, és míg a férfiak harcoltak, az asszonyok és a gyerekek imádkoztak, hogy székelyek tudjanak győzni a csatában, és megfogadták, hogy ha legyőzik János Zsigmond seregeit, akkor mindig pünkös szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra segítő Szűz Máriához, és így köszönik meg neki ezt a segítséget. És ezt jelzi a Szalvátor kápolna előtti obeliszk is, hogy megmaradhatunk őseink hitében és buzgóságában. Tehát, hogy valamilyen szinten ez egy fogadalmi ünnep, ami a csata miatt pünkös szombatjára került, és azóta majd 5 évszázada a székelység összegyűlik, hogy megköszönje, hogy megmaradhattak őség hitében és buzgóságában, Máriára tekintve, Máriának hálát adva. Nyilván az évtizedek, évszázadok alatt ez hol nagyobb, hol kisebb létszámban valósulhatott meg, nyilván miután már a rendszerváltás után is nagyobb létszámmal lehetett menni, bővült ez ki egy több százezres zarándoklattá, és valóban a világ minden részéről mennek magyar zarándokok Máriát köszönteni, Máriának hálát adni, és
és Mária mellett azért a Szentlélekhez tekinteni, vagy igazán mondhatjuk azt, hogy itt Csíksomlyón valósul meg az, ami ott az utolsó vacsora termében, hogy az apostolok Máriával együtt várták a Szentlélekhez. Valahogy itt is ezt éljük meg, hogy szombaton ott fenn a Kissomlyó és a Nagysomlyó nyergében Máriára tekintünk, őt köszöntjük, és hajnalban pedig a csángókkal együtt a felkelő napot várva várjuk a Szentlélekhez. Hogy a napban nézés szokás ezt megeleveníti, hogy akkor a csángók fennmaradnak a nyerekben, és várják a hajnalt, várják a felkelő napot. Habár a keresztény ikonográfiában és lelkiségben a felkelő nap mindig a feltámadt Krisztus szokta megjeleníteni, de itt a felkelő napban, a tüzes napkorongban a Szentlélekhez, a Szentlélek tüzét ismerik fel a csángók. Itt Füzesabonyban a helyi egyházközség hogyan ünnepli a pünkösdöt? Hát visszafogottan fogjuk most így a járványhelyzet miatt, de természetesen pünkös vasárnapot megünnepeljük, pünkös hétfőt megünnepeljük. Korábban itt az Egri Egyházmegyében volt szokás Sárospatakon pünköst hétfőn ünnepi szentmisére összegyűlni, most a járványhelyzet miatt valószínűleg nem fogunk tudni eljutni Sárospatakra, ahogyan tavaly sem tudtunk elzarándokolni, de két évvel ezelőtt pünköst hétfőn buszokkal elmentünk, az egyházmegy közösségében ünnepeltük a pünköst hétfőt. Kicsit itt is kifejezve az, hogy ugyan mi itt az Abonyi Egyházközség tagjai nem egyedül vagyunk, hanem az egyházmegy közösségében éljük meg a pünkösdöt. Érsek úr is ilyenkor ott van Sárospatakon, ő tartja az ünnepi szentmisét, tehát az apostol utód, a főpásztor köré gyűlve ünnepeljük a pünkösdöt. Most nyilván ebben a járványhelyzetben ezt nem tudjuk így megélni, de természetesen nyitott szívvel várjuk mi is a Szentlélek érkezését. Hát ehhez kívánok mindenkinek és az egész egyház kerületnek jó egészséget, és önnek is jó egészséget, és talán már jövőre egy kicsit szabadabban ünnepelhetünk. Köszönöm szépen!